Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket. Mai napon lelátogattam ide a Hajnal Horgásztóra, ami Sárkeresztesen található. Egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget. Igazán jó partnerünk az Úrfis Horgászbolt, és mondták, hogy jöjjünk le ide, és próbáljuk ki a tavat. Ugye, ahogy mondtam, először vagyok itt. Első benyomást, amikor leérkeztem, akkor egy gyönyörű, szép, igazi metódos, finomszerelékes pálya fogadott. Ugye hétköznap van, nagyon nincsenek horgászok, de arrébb egy picit, mert ugye a tó egy tó, de tulajdonképpen két részből áll. Van egy ilyen hosszabb, körülbelül egy ilyen 50 méter széles, egyenes, mondhatom azt, hogy sík egyenes pálya, és a másik része, ugyanúgy a tó része, egy kicsit eldugottabb, kisebb tóra tagolódik, no, ott van egy-két finomszerelékes horgász, úgyhogy pont most dobtam be, épp mondtam a Gergőnek, hogy dobjunk be, hát a közben elhúzza, mert ugye még nem tudjuk, hogy mi a helyzet. Kb. Olyan fél távra dobhattam be. Egyelőre még az első 1-2 órába, vagy hát mondjuk 1 órába elkezdem majd keresgélni a halat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ma, de én úgy gondolom, hogy a mai horgászatot arra fogom szánni, hogy ezt a tavat amennyire lehet az én szemszögemből úgy bemutassam, hogyha lejöttök ide, akkor már legyen valamiféle információtok, akár a horgászatról, módszerről, halakról, és magáról ugye a horgásztóról. Nos, hát a bejelentkező szövegem után kb. 5 másodperccel is húzta. Ugye, mint mondtam is, hogy csak így bedobtam magam elé fél távra, és jött is a kapás. Amikor ugye lejövünk egy ilyen tóra, tulajdonképpen ezért jövünk le. Tehát Budapesttől 80 kilométerre van, tehát az én lakhelyemtől 80 kilométer, én Perem kerületben lakom, nem a belváros részbe, de hát onnan is pár kilométer plusz lehet, vagy mínusz. Úgyhogy pont arra jók ezek a tavak, hogy egy-egy etetőanyagot, egy-egy módszert, egy-egy szereléket, vagy gyakorlásképpen le tudjunk jönni és fogjunk halat, hiszen az a jó, hogyha van hal, és azokat a folyamatokat, amiket horgászatok során csinálunk, bedobás, fárasztás, kapás, milyen csali legyen, rakjunk rá kencéket, ne rakjunk rá kencéket, mind itt le lehet próbálni, és ezért jók ezek a tavak. Másik pedig az, hogy van, amikor nincs 8-10-12 óránk egy horgászatra, vagy egy-két napunk, hanem leszeretnénk jönni arra 2-3 órára, és jót akarunk szórakozni. Na most ezt itt megtehetjük. Aztán lehet, hogy most nagy volt a szám, mert rögtön itt a reggeli kapásoknál jött egy, vagy jön még egy, aztán utána majd délutára ez nem így lesz, de akkor is föl van adva lecke, ki kell találni azt, hogy mi lesz majd, ami délután jó lehet. És amikor már megvannak ezek az információk, akkor már pontosan tudjuk, hogy ide lejövünk, akkor nyáron reggel ez van, délben ez van, délután ez van. No, hát már itt is van a part közelbe. Nem láttam, nem néztem, ugye rátok figyeltem, de szerintem ilyen abszolút ez a másfél-két kilós forma lehet, de hát mindjárt úgy is kiderül. Majd aztán a szereléket is elmondom majd, hogy mivel horgászom. Ó, nagyon szép. És meg is van. És mindjárt mutatom is. Megmutatom. Így. Gyönyörű, szép. Elsőnek tökéletes, mehet is vissza. És akkor dobok is be. Mutatnék is akkor egy csalizást. Időközben én kiakasztottam fél távtól egy picit beljebb a zsinort. Alapozok, tehát folyamatosan dobálom 3-4 percre, aztán utána remélhetőleg rááll a hal. No, 5 mm-es favorite neon csali. Már majdnem elfelejtettem, van egy kis kütyüm. Ez segít benne, ugye pici a karika, ugye 16-os szakál nélküli a horgom, ilyen szilikon karikás megoldással, akkor ezt így belerakjuk, de átláthatok már ilyet biztosan. Én nem nagyon szoktam használni, de most már rászoktam, mert sokkal egyszerűbb a dolog, mint hogy itt ezzel a kis karikával itt szerencsétlenkedjek, hogy vagy meg tudom, be tudom rakni, vagy nem tudom berakni. Úgyhogy fönn van a csali, és akkor jön a szokásos töltési mód. Lazac grilles pelletet kevertem, ugye a újdonságból, megy rá még egy pici, amit ugye részletesen az előző filmünkben be is mutattam. Kész is van, most nem rakok rá semmiféle splash-t vagy magmát, és akkor a kiakasztásig elmegy. Úgy, kész is. Egyébként nagyon jó pofa, mert itt szembe vannak ugye a kerítés oszlopok,
és az egyiknek a tetője pirosra van festve, a másik nem. Tehát így simán be tudjuk lőni azt az irányt, azt a távolságot, amit mi szeretnénk horgászni, és ugye nem felejtjük el, hogy na, akkor piros oszlopot céloztam, meg akkor piros oszlopnál fogok horgászni. Szerintem kora délutánig itt leszünk, tehát folyamatosan ezt a pecát fogom csinálni. Szerelékről annyit, hogy a szokásos metódos szerelék, az 28 g-os kosár, ez előre kötött, Matrixnak az előre kötött 16-os horgon lévő előkéje, metód, előke, és a bot pedig a 330-as Akosz Ultra C, orsó pedig ugye a 40-es Akosz ugyanúgy, úgyhogy szerintem ez egy kiváló, erre a módszerre a legjobb választás ez a pálca. Ugye van egy 3 méteresem is, de most úgy voltam, hogy a 330-assal fogok itt operálni, nem tudom, hogy mekkorát kell dobni, vagy mekkorák a halak, úgyhogy tulajdonképpen a nagy részét elmondtam, ugye a stratégiának, aztán majd menet közben még, ha jönnek tapasztalatok, akkor azokat majd el fogom mondani nektek, de itt a fő szempont az, hogy ma ezt a tavat én kipróbáljam, nektek bemutassam, és fogjunk egy jó pár halat. Pár pontjom megfogása után úgy gondoltam, hogy kicsit bemutatom a horgásztavat, és a másik oldalra, a tónak a hátsó részére, nekem hátsó részére jöttem el, és olyan, mintha egy másik horgásztavon lennék, hiszen hiába egy a horgásztó, ilyen nagyon kis szuper alakja van neki, mégis olyan érzés van az embernek, hogy most egy másik horgásztavon horgászik, amúgy pedig egy tóról beszélünk. Ez a rész, ez inkább a családias részre jellemző, hiszen sokkal több itt a fa, az árnyék. Most ugye hétköznap van, de azért most is vannak itt horgászok. Tehát sokkal több ilyen beülős hely van, sokkal sűrűbben tudnak ülni a horgászok. Több itt a faházas rész, árnyékos rész, toalett, stb. És mint halljátok itt, biztos belehallatszik a mikrofonba, mellettem van egy ilyen vízcsobogó, tehát kiemelten figyelnek arra, hogy a halak a megfelelő oxigén ellátást megkapják. Nagyon figyelnek arra, hogy a halak a megfelelő környezetükben megkapják azokat a plusz dolgokat, amivel az életterük sokkal jobb lesz, és ezáltal tudjuk azt is, hogy ha oxigén van a vízben, akkor sokkal jobban táplálkoznak, és több halat fogunk. Nagyon fontos megjegyeznem azt, hogy ezen a részen hiába itt mögöttem valamennyire látható, de majd a kamerában is megmutatjuk. Vannak ilyen kis eldugott, zegzugos részek, ami elsétáltam arra a hídon túl, van egy sziget, és ilyen csatorna jellegű, nagyon szűk kis hosszú sáv van, ahol hirtelen az jutott eszembe, hogyha lejönnék ide a gyerekekkel, akkor biztos is spicbotoznék. Tehát vannak olyan szekciók, vannak olyan részei a tónak, ahol ha valaki spicbotozni akar és mit tudna kishalazni, akkor nem kell beülni a nagy részre, ahol én vagyok, vagy erre a jobb oldali részre, hanem szépen elsétálnak oda, és akkor egy spicbottal fognak keszeget, kárászt, vagy bármi ilyesmit. Ellenben a tónak az első részén, ahol én is horgászok, teljesen más a terepviszony. Itt egy nyíltabb, hosszúkás, igazi nagy terület fogad minket, itt akár horgászversenyeket is lehet rendezni. Egyenlő a táv, körülbelül egy 50 méter széles lehet, nem kell nagyot dobni, nem kellnek heavy botok, egy sima 3 méteres, 330-as féderrel vagy egy teleszkópos bottal simán lehet itt a halakat fogni. Látható itt mögöttem is, ez egy hosszabb, nyílt terep, nagyon sok horgász elfér egymás mellett. Ahogy hallottam is, úgy mondták is itt nekem, hogy lesz egy kis infrastruktúra növekedés is, hiszen lesznek beállók, jobb meg lesznek csinálva, fedett háttérre, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy ha elnyeri majd a végső formáját, akár már most is egy nagyon családbarát hely, de akkor egy még szuperebb, még nagyobb igényeket kielégítő helyé fog válni ez a horgásztó. Halállományban tökéletes, láttátok ti is, leültem, egyből tudtam fogni, úgyhogy megyek is vissza, megnézem, hogy mi történt az etetésemmel. Lehet, hogy újra föl kell építeni, de majd meglátjuk, úgyhogy megyek, dobok is be.
miután ugye bemutattam a tavat, ugye hanyagolva lett a etetés, és körülbelül egy olyan hát 6-7 dobást azért kellett várni, a következő három egy gyönyörű szép pikkelyes ponty volt. Csali, általában ebből a Favorite Neon Dumbbellből a 8 mm-eset szoktam használni, de mivel ezzel a pici 16-os horoggal horgászok ma, miért én kicsivel? Mert úgy gondoltam, hogy most lefinomítom annyira ismeretlen tó lévén, hogy szerintem, hogyha jól akad, akkor ez a horog is tökéletes lesz. És ugye ez a 8 mm-es csali az már nagy lenne, kitakarná a horgot, nem lenne meg az a funkciója, aminek meg kell lenni, hogy a hal szájába úgy akadjon, ahogy kell. Ezért az 5 mm-eseket hoztam magammal, abból abszolút sláger volt ma is a narancssárga színű, bár a citrommal is csaliztam, rózsaszínnel még nem, de azzal is fogok ma még, de most felrakok egy narancssárgát. Egész egyszerű módon, hogy láthattátok, ez a szilikonkarikás dolog, van egy ilyen nagyon kis ügyes kis kütyű, amiben belerakjuk a karika közepébe, szétfeszítjük, és akkor jöhet is a csali. Egyszerűbb, föl lehet persze kézzel is rakni, de nem kell vele itt bűvészkedni, hogy most akkor rámegy, vagy nem megy rá. No, tehát meg is van, dobok is be. Nagyon szép volt az a kis ponty. Kis ponty, hát olyan 3-4 kg körüli volt. Iszonyatos erővel volt megint a kapás. Hirtelen azt hittem, hogy beleúszott, hiszen semmi előjele nem volt neki, semmi rácsípés, vagy ilyesmi, hanem egyből is tekerte. Úgyhogy dobom is be ugyanoda, sőt, még a klipszet is kikérte, úgyhogy majd újra a távolságot majd be kell fókuszálnom, hogy hol lehet, de most már van annyi rutina a dobásaimban, hogy pontosan tudom, hogyha a botot annyira megdobom, nem olyan nagy táv, tehát nem 100 métert kell dobni, hanem ez körülbelül egy olyan 25-30 méter, ahol horgászok. Pontosan tudom, ha azzal az erővel meglegyintem, akkor az nagyjából oda fog esni, de hiszen rengeteg hal van itt. Én úgy gondolom, hogy ha el is tévesszük egy pár dobás után, arra a kis kupacra is ráállnak ugyanúgy, hogy mehet is oda körülbelül. Tehát most nincs kiakasztva a zsinorom, de előtte azt a 30-40 dobást ugyanezzel a technikával, ezzel a lendülettel, ezzel a irányjal, és szerintem nagyjából ugyanoda eshetett, ahova a kiakasztás is. Úgyhogy remélem, hogy jön még hal. Nagyon bízom benne. Itt van a következő hal. Hát ez is, ha nem vagyok itt, de hát itt vagyok, hát itt ülök. De így is nagyon gyorsan kellett reagálni rá, hiszen abszolút kész, csavarta el. Nagyon vehemens kapások, amiket imádok. Tehát én ezeket szeretem. Én nem szeretem, amikor beengedés, akkor az a zsinór. Ebben van élvezet, van adrenalin, úgyhogy abszolút pozitív a véleményem erről a tóról. Időjárás az kegyes volt a mai nap hozzánk. Nem volt ez a kánikula, néha levettem a pólódat, azt a két, vagy pólót, pulcsit, azt mondta, 2 perc múlva föl kellett venni, mert jött egy felhő. Abszolút jó idő volt, halak nagyon jó étvágyuknál voltak, úgyhogy most tulajdonképpen összegzem is a napot, hiszen amit lehet, azt kimaxoltuk a mai napból. Tehát mindent végigpróbáltunk, és én úgy gondolom, hogy a stratégia, a terv, csali, ugye a pellet az mind jól szerepelt, távolságot is nagyon jól meg tudtuk állapítani a horgászni, de én úgy gondolom, hogy ha 15 méterre dobtunk volna, akkor is oda lehet őket szoktatni. Nagyon jó a halállomány, gyönyörű egészségesek a pontyok, úgyhogy sikerült egy jó pár kárászt meg eszeget is fognom, ugye hát az vele jár, tehát attól, hogy metódozunk, meg ilyen pontyos csalikkal horgászunk, mert azt mondjuk, hogy pontyos csali, azért simán fölveszi a keszeg is, meg a kárász is, de hát ezzel nincs probléma, színesebbé teszi a horgászatot. Úgyhogy szerintem ez lesz majd nekem a búcsú halam, ha kijön. Nem akkora érzésre, mint az előzők, de hát ponty. És nem is baj, hiszen meg is van, gyönyörű szép. Kicsit a kosár és a zsinór fölakadt a bognár tüskéjébe, de majd remélem mindjárt kipattan. Úgy szuper, ki is pattan. De ez is egy gyönyörű, szép, egészséges, 2 kg, 1,5-2 kg körüli pontyocska, mindjárt mutatom is. Meg is vagyunk. És nagyon jó szerepelt ez a 5 mm-es csali is. Abszolút jó választás volt hozzá a horog. Egy gyönyörű szép. Hát ez a hal még szerintem nem is volt horgon. Gyönyörű szép a szája. És ez a jó a szakánéküli horgokba. Kinn is van. És akkor mutatom is. Szigorúan itt a merítő fölött. Ennyi.
gyönyörű, szép, egészséges, körülbelül 2 kiló körüli ponty. Nagyon örülök neki. Szuper nap volt, remélem, hogy tudtam kedvet csinálni a horgászathoz elsősorban, másodszorban pedig ahhoz, hogy lelátogassatok ide a Hajnal Horgásztóra Sárkeresztesre. Vannak nagyon jó helyek, azokat végigbeszéltük, megmutattam, úgyhogy megy is vissza. Köszönöm, hogy ma itt voltatok velem, következő filmemben találkozunk. Akkor majd éppenség egy másik tavat fog bemutatni, vagy egy új csalit etetőanyagot, még nem tudom, de biztosan jövök. Köszi, sziasztok!